Tolna megye országosan is kiemelkedő az összegyűjtött és regisztrált közel 400 értékével, melyhez a megyei értéktárt bizottság előtt még további közel 300 felterjesztés pihen. Ezek között több olyan is van, melyről nem kell igazán magyarázni, miért került a Dalstromba, hiszen országos az ismertsége. Én azt gondolom, hogy ha a Tamásiról van szó, akkor mindenkinek két dolog jött eszébe, ami egyben komoly érték. Az egyik a Dámvad, ami a város címerében is szerepel, a város címere által. A másik pedig a fürdő, a termálfürdő, amely most már gyógyfürdő és gyógyhelyen is található. Ugye a közelmúlt sajnálatos eseménye miatt csak korlátozott mértékben van nyitva, de most éppen egy nagy felújítási projekt előtt állunk, aminek keretében az egész régi fürdőrész és a KSM-nél érintett új fürdőrész is komplex módon felújításra kerül. Az értékek felkutatása és megmentése egy közösségformáló erő, és ez nem függ attól, mekkora az adott település. Ezeket a közösségeket kell fenntartani és értékként kezelni, mondta Süli János, a Paksi bővítésért felelős államtitkár, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Megítélése szerint minden olyan együttlét, mely a közösségeket erősíti, fontos lépés a jövő szempontjából. Egyre inkább elregenedik az ember, aztán ezt van, hogy csak ki szorgalmazza. Ugye az Unióban ezzel példát látunk rá, hogy nincsenek nagy tekintély, úgy, mint a családot, hogy építsük le a települési közösségeket. Egyéb ne legyen nemzet, hanem legyen unió. Ja, és akkor azt gondolom, hogy ezek a kis rendezvények, ami nem is kicsi, ha itt szétnézünk, ezek is azt a célt szolgálják, hogy a finom együttműködés, meg a finom ellenállás ezek ellen a ideológiai helyzetekkel szembe. Nekünk az a legfontosabb, család, ország, barátság, kis településen belül, akik egymaguk maradtak, mindig van, akire számíthatnak, mégiscsak rányitja valaki az ajtót, ha kell, visznek élelmiszert, elmennek boltba, gyógyszeré, tehát ezt fönt kell tartani, hisz ettől működik Magyarország. Azt gondolom, hogy az értékek mentén szerveződnek a közösségek, és az említett két fontos értékünkön, tehát a Dámon és a Fürdőn túl komoly közösségi értékeink vannak. Ha csak két példát mondjak, a Tamási Koncertfúvó Zenekar és a Pántlika Néptánc csoport, amely a város két legkomolyabb szinten működő közössége, de mellett számos civil szervezet, egyesület őrzi azokat az értékeket és ápolja azokat az értékeket, amelyek a városnak fontosak. A helyi értéktár bizottságok munkája hatékonyan világít rá azokra a helyi értékekre, melyek a mindennapok rohanásában észrevétlenek maradnának. Jobban észrevesszük ezeket az értékeinket, hogyha ezeket valamilyen módon rendszerezni tudjuk, és attól a megyei értéktárnak szerintem ez az egyik óriási eredménye, ez egyik óriási erőssége, hogy ezt megmutatja nekünk, hogy mennyire fontosak a saját értékeink. A Tamási értéktárban eddig 26 helyi különlegességet sikerült regisztrálni. A már említett Dám és Fürdő mellett olyan értékekkel rendelkezik a település, mint Vürc Ádám munkássága, vagy a Pacsmagi tavak természetvédelmi területe.